Sziasztok, srácok! A mai videóban megnézzük a Walking Zombie második részét, és nekem valamiért úgy rémlett, hogy az első részen már játszottam évekkel ezelőtt, úgyhogy rákerestem a csatornán, hogy van-e belőle videó, és van, tehát játszottam vele egész pontosan 4 évvel ezelőtt. Én ebbe a videóba bele-beletekergettem, mert hát 4 éve volt már, és nem igazán emlékeztem rá, úgyhogy a felszínre törtek az emlékek, hogy mégis milyen játék volt a Walking Zombie 1. Tehát az első résznek a játékmenete az úgy nézett ki, hogy volt benne több pálya, és a karaktert egy adott pontra lerakták, és te onnan nem tudtál elmozdulni, és a hullámokban érkező hullákat kellett visszaverni, hogy túléld. És ennyi volt a játék. Na most a második rész ezzel a játékmenettel szakítani fog, teljesen más gameplayt kapott, úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk bele, és nézzük meg a folytatást. Na. Loading data. Ja, hogy így se menü, se semmi, és már vágjunk bele a lecsóba. Jól van. Itt van egy nő, aki épp szülni készül. Ó, és ráadásul fertőzött a nő. It's a boy. How should we name him? Vagy hívják a gyereket? Az a hónoda nem kell, így. Ez lesz a nevünk. And how is his mother? She didn't look well. She disappeared. Watch out! Hoppa! Az igen, hogy pofán rúgta. Hát nem úgy néz ki, mint egy újszülött gyerek. Ez legalább már fél évesnek néz ki. Na nézzük! Úristen, controls! Igen, célzás, attack, secondary weapon, az R1. Jó. Jó, menni fog. Kontrolleres célzás. Csak a fejlövés. Mentsd meg a bébit! Jó, mentsük meg! Jó? Akkor ide kell hozni a vagomba. Ez az. Adjad ide a minigunt azonnal! Azt figyeld! Jó, na most gyertek zombik, hol vagytok? Innen hallom, hogyha rögnek. Ú, igen! Reload, bár mondjuk nem tudom, hogy miért reloadoltam, volt még benne csomó töltény. És lehet ez egy célozni. Nagyon jó. Jó, én ezt a fegyvert szeretném tovább vinni. Húsz évvel később. Akkor fogadjunk, hogy az a kisgyerek azok igazából mi voltunk. Who found our refuge in the woods? Frank. Frank. They search for equipment, food, and meds in the ruins of old cities. Lila. Lila. Őt Lilának hívják. Itt van egy csirke. Members of the woodlands avoided idle lifestyle. Elder. They knew very well that staying means dying or worse, not dying. Ott fent a fán volt valami újság. Rooster. Jaj, Istenem! Csirke!
Megcsapott egy görbe estét. The chosen one. Ezek leszünk mi, ugye? Igen. Mi vagyunk a kiválasztottak, akik megmentik a világot. Ó, megtöröltük a szemünket. Az összes csipát belőle. Nagyon jó. Na, szóval. Tehát, mint említettem, az első résznek a játékmenetével lesz szakít. És itt vagyunk a táborban. Itt kell a táborlakókkal beszélgetnünk és küldetéseket vállalni. És el kell mennünk a környékre ezeket teljesíteni. Pénz és XP reményében. Na. Beszéljünk az öreggel. Hello. Most vagyunk 20 évesek. Hogy érezzük magunkat? Ah, csodálatosan. Keresse meg Franket és add nekem fegyvert. Nagyon jó. Frank, adjál nekem fegyvert. STG 44 vagy Garand? Jó, ki kell mennünk a lőtérre és gyakorolnunk kell. Na, azt mondja, hogy a jobb stickkel lehet kiválasztani, hogy hova szeretnénk menni a térképen, úgyhogy menjünk szépen oda. Enter. Nagyon jó. Akkor itt fogunk gyakorolni. Open. Hát a baseball ütőt azért csak elviszem magammal. Jó. Azt mondja, hogy select. A jobb stickkel a menüben navigálunk. A fegyvert berakjuk oda. Igen. Aztán a baseball ütőt pedig berakjuk oda. Nagyon jó. És akkor körrel kilépünk a menüből. Azt nézd, van nálunk egy... Hát ez nem tudom mennyire baseball ütő, ez inkább csak egy fadarab. Akkor lőjem le a célpontokat. Jó, körbe lőttem. Hát, kontroller való célzás, az még mindig nem az erősségem. Jó, és akkor vissza kell térni a táborba. Jó, menjünk vissza. Nagy tutoriál volt. Jó. Na, szóval Franknél akkor le kell adnunk a küldetést. És akkor értek, kapunk XP-t, meg töltényt. Nagyon jó. Akkor már adja a következőt. Jó. Akkor azt helyrehozzuk. Beszéljünk Borisszal. Érdekes egyébként, hogy a bevezető videóban őt nem mutatták be. Elhagyta az óráját. Ugye nem mondott komolyan, hogy a szarkupacból kell kikotordnunk. Te állat. Fúj! Ott van. Menj innen. Ott az óra. Fúj. Fúj, undorító vagy. Fúj. Fúj, turkálnunk kellett a szarban. Végtelen XP-t kérek ezért. Nem 20-at, végtelent. Fúj. Menjünk rá erre. Kösz. Még egy szívesség, a feleségének a fényképét szeretné visszakapni. Jó. Oké. Rajta vagyunk. Na, azt mondja, itt van egy ilyen, hogy Amanda. Szia. Hello. De egyfolytában azt mondtad, hogy éhes vagy. Level 21-es beszédkészség kell hozzá.
Jó, akkor hozzád majd visszajövünk egy picit később. Itt bent van valami amúgy? Ezt ki lehet nyitni? Van-e benne valami? Anyád mennyi pia, úristen! Kaptunk XP-t, igen. Jó, menjünk el először a lőtérre. És utána meg majd elmegyünk a másik helyre. Ez az. Ú, jönnek a zombik. Egy fejlövés miért nem elég? Jó. Erre hozok a kerítést. Jó, egy megvan. Jön a következő adag zombi. Jó. Nek valami cső állt ki a fejéből. Jó, lehet futni is sem. Vigyed már, az ott mocorog. Jó, ez kész van, és akkor meg kell tisztítani a lőteret a zombiktól. Ott van egy olyan robbanó hordó. Cseh. Kész. Easy. Térjek vissza a városba. Jó, nem térünk vissza, mert elmegyünk ide a régi házhoz. Megkeressük Borisnak a fényképet a feleségéről. Jó. Oh, hello. Na, szépen ellőttem ezt a fát. Ez az. Töltény, nagyon jó. Azt mondja, valahol itt kell keresnünk. Ja nem, itt. Átkutatjuk a tábort. Tök jó, hogy így meg van animálva. Tetszik. Oké. Okay. Rúg be! Gondoltam, hogy lesz benne nyomi. Jó, itt is kutakodjunk egy kicsit, figyeld, és átúrja a szemetet. De ötletes. Á, megvan. Itt a fénykép. Ez kész is van. Jó, akkor térjünk vissza a táborba. Más feladatunk egyelőre nincsen, ezt a kettőt vettük csak fel. Jó. Na, azt mondja, hogy Frank, megcsináltuk a kerítést. Kösz a pénzt. Ú, és ad még 3000-et. Az igen. Jövök máskor is. Jó. Neked odaadjuk akkor a képet. Köszi. Na, miféle üzletet akarsz? Jó. Lőszerellátmány. Megyünk is érte, jó? És kaptunk egy sapkát. Mindjárt megnézzük azt is. Akkor itt van egy kereskedő. És akkor el lehet adni a fölösleget, ami nekem nem kell. Adjuk el. Ezt így. Add el. Jó. És egyébként mit tudok tőle venni? Ruhákat, töltényeket. Könyveket. Aha, és akkor kapok skill pontokat, aha. Jó. Kaja. Víz. Vasvilla. Sörétes 5100-ért, jó. Úristen. Stan 2000. Hát, kar 98, úristen.
Én mindet meg akarom venni. Meg itt van egy sniper is. Ez meg lockpick. Ez konkrétan egy kulcs. Ez meg level 4-től elérhető, jól van. Na, akkor skill pontok. Na nézzük, skillek. Akkor a beszédkészség kell nekem. Így, 21, és akkor a kislányjal tudok beszélni. Akkor nézzük meg, hogy mire tudok még fejleszteni. Igen. Trading, már jöhet is. Perkek. Ó. Oh. Ó, ez kell. 15%-kal több pénzt kapok, hogyha eladom a lényegében a szemetet. Gyors healing. Több pénz kell majd. Figyelj már. Igen. Jó. És adsz egy pisztolyt. Egy a fene. Kösz. Meg töltényt is kaptam hozzá, nagyon jó. Nézzük, hogy van-e még küldetés, amit fel tudnánk venni. Van Franknél. Jó, ehhez level 25-ös beszédkészséggel, de jó. Szóval valamiben segítenem kéne neki. Jó, el kell mennem a lerombolt gyárhoz, és meg kell tisztítanom a zombiktól. Jól van, elvállaljuk. Rajta vagyunk. Nagyon jó. Na, szóval, kaptunk elvileg egy sapkát, azt hol nézem meg? Várjál, itt van a sapka. Ezt vedd fel. A nadrágot is vedd fel, a cipőt is vedd fel. Más ruhám van, amit felvehetnék. Egyébként tök érdekes, hogy látszatja meg nincsen, hogy karaktert felöltöztettem. Ez egy biblia, mit lehet vele csinálni? Use. Ó, hogy először aktiválnom kell a... Nem tud olvasni a karakterünk, úristen. Az olvasási képességet aktiválnunk kell először. Jó, hát akkor menjünk vissza ide a régi házhoz, mert ott voltunk már egyszer. Ismerős terepre megyünk. Jó. Á, zombik. Jó. Jönnek még? Nem, jó. Hello? Le kell mennünk a pincébe? Az rossz ötlet. Rúgd be! Kösz a töltényt. Meg fel kell törni. Ó, hogy ez így működik. Hoppá. Easy. Tudja, hogy bent is lesz egy csomó. Gondoltam. Találd már el. És ezért jöttünk ide. Gránátokért. Megkaptam töltényt. Még töltény, nagyon jó. Azt mondja, menjél vissza táborba. Nem. Megyünk ide a gyárhoz. Jó, tehát itt kell megtisztítani a területet. Jó. Gránátok, adjad ide azonnal. Jó, és akkor be kell raknunk a gránátokat az övre. Jó. Meg igazából én a pisztolyt is beraknám a baseball ütő helyére. Úgy. Teljesen jó. Gránát mivel dobom? D-pad balra. Jó, kapták.
Oké, egy kis szemét, majd eladjuk. Akkor még 5 darab zombit kell elintéznem. Gyertek, rohadékok, ti mocskok! Fúj! Azaz. Na, még 2. Itt is vannak. Ez az. Haló? Jó, ezek meghaltak mint. Hallod, onnan jöttem. Hogy jöttetek ilyen gyorsan utánam? Zombik vagytok, csaszogjatok, ne rohanjatok. Kész. Ez az. Jó. Akkor vissza a táborba. Adjuk le a küldetést, szedjük fel az XP-t meg a pénzt. Meg a kereskedőnél adjuk el, amit el kell adni. Kész van. Jó. Már megint? Mit akarsz? Ó, a régi bányának a közelébe van némi probléma. El kell pusztítanunk a bányát. Hát jó. Te mit szeretnél? Folytasd. Jó. Tehát valakit ki kell küldeni a régi házhoz, hogy felfedezze. Hát már voltam ott párszor, még nem szóltál előbb. Ja, de előbb elmész aludni. Jó, alszunk. Were you looking for me? Yeah, yeah. Sit down. Csücs le. We have quite a serious problem. We ran out of supplies last week. Oh. What? We're doing great. Look at that goulash. You don't want to know what it is made of, but I think we're all going to have a good sleep tomorrow. The winter is coming, and we need to winter is coming. Hol is hallottam én ezt olyan sokszor? So, I have to bring supplies from your old trónok arcába. Or be eaten as punishment, right? Well, when I was discussing it with Frank, he proposed to eat you first. What a jerk. Is there someone else who would like to eat me? Hard to say, but I heard Leela saying that you are as sweet as honey. Na, már megint zsúzoltunk. Másnaposan kell küldetést teljesíteni, vicces lesz. Így se tudok célozni, nemhogy részegen. Másnaposan. Na, azt mondja, hogy ott egy küldetést leadunk. Igen. Nálad meg egy kicsit kereskedünk. Jó. Hát adjuk el ezt. Igazából minden szemetet eladunk. Jól van. Hát szerintem én eladom a baseball ütőt is. Nem kell az nekem. Van már 4000 pénzünk. Meg fogom venni a következő fegyvert. Na nézzük. Skill pont. Van 5 darab. Léptünk szintet, level 3 van. Jó. Kell nekem egy olyan, hogy skilleknél ugye a beszédkészség volt talán 25, ami kellett nekem. Akkor menjünk rá a sebzésre. Perkeknél van. Jó. Tehát akkor ezt aktiválnunk kellene ahhoz, hogy el tudjuk olvasni a könyvet. Itt van könyv. De 3000-ért el lehet adni. El lehet adni a könyvet. És el lehet adni 3000-ért. Nem adom el, a pénz az jó jönne. De most tanultam ki az olvasás képességét, úgyhogy
Ezt nem lehet amúgy kikapcsolni. Nem. Ha már valamit egyszer beaktiváltál, azt már nem lehet kikapcsolni. Jó. Akkor viszont mindenképp elolvassuk a könyvet. Oké. Okay. Akkor kaptunk 4 pontot rá. Oké. Okay. Na, azt mondja. Szétnéztünk táborban, senkinek semmi mondandója nincsen. Visszamegyünk ide a régi házhoz. Face the encounter. Mi? Utazás közben megzavarnak minket? Ott van egy néni. Ez csapda. Ez csapda. Ó, valami baj van a lábamban, meg tudod nézni? Hát persze, levágjuk. Ennyit kell már beléd lőni. Amiből vagy? Terminátor vagy? Ó, hogy van még. Hát azért fejbe is kell lőni pára. Haj már meg. Amiből vagy te is. Jézusom, miből voltál? Motorra nem tudok felülni. Jó, menjünk tovább. Itt szerintem végeztünk. Jó, tehát van ilyen a játékban, oké. Tetszik egyébként a zombiknak a mozgása. Ez a nyárdat már! Ez kifagyott. Látsunk már pisztolyra, kíváncsi vagyok arra is. Ú, de jó. Jó, tehát ide kell jönnünk. Majd ide. Tehát kaját és benzint kell keresnünk. Hát itt nem volt semmi. Egyébként nem is célzok, csak mondom. Mondom, majd hátra beledőlnek. Nem feltétlenül akarnak belecsoszogni. Be kell menni a házba. Ó, ablakon be tudok lőni. Mondta, hogy igen. Csoszogjál már az ablak elé. Na. Hello. Ó, itt van kaja. Oké, találtál kaját és nem viszem magammal? Nem kell, hogy ma... Jézusom, de rosszkor töltöttem újra ezt a fegyvert. Itt a üzemanyag. Jó, van egy üzemanyagunk is. Vagy legalábbis forrás. Jó, ennyi volt a küldetés, csak ide kellett jönni és felderíteni. Jó. Akkor jöjjünk ide. Még itt is van egy feladatunk. Itt kell azt hiszem akkor a bányát elpusztítani, ugye? Mert volt egy ilyen küldetésünk, hogy pusztítsd el a bányát.
There are a lot of zombies here. Don't even try to fire weapons or throw grenades. This requires a silent approach. What's your plan? Take this bat. No, persze, hagyjad már. Go get those rockets and blow up the entrance to the mines. Ho-ho-ho. It'll help the woodlands from the zombie attacks. De minek maradjak csendben, hogyha utána úgyis robbantgatunk? Ja, persze, majd az autóból fogsz minket fedezni, hogyne. Képzelem. Hú, de fedezel, hallod? Még fegyver sincs a kezedben, annyira fedezel. Baseball ütő, hagyjad már magad. Nem kell baseball ütő. Tessék. Jó, ezt rúgd szét. Mondom, rúgd szét. Ó, ez az. Köszi. Mi? Jönnek. De ezek hogy kerülnek ide amúgy? Akkor bementem a házba, nem volt itt egy se. Úristen, de sokan vagytok. Na várjatok. Jó, azt mondja, fuss el vissza az autóhoz. Futok. Kösz, jót fedeztél. Tényleg. Bárcsak mindig mindenki így védeni a áramat. Folytat. Na. Akkor Franknél leadjuk a küldetést. Köszi. Jó. Kösz. Jó, tehát ugye most felfedeztük, vagy felderítettük, hogy hol van üzemanyag meg kaja. Most vissza is kell majd hozni a táborba. Jól van. Ezt add el. Jó. Igen, igen. Persze, tudok segíteni. Jó. Alvasságok. Skill pont. Nagyon jó. Na, azt mondja, hogy rá kéne menni a trade-re. Mondom, a trade-re rá kéne menni. Jó. Perkek meg nincsenek. Ó, ezt ingyen be tudom. Ó, adjad ide. Ingyen kaptunk egy fegyvert, meg történt hozzá. Hát ezeket meg már meg kell venni a PS Store-ban. Egyébként úgy tudom, hogy a játék ingyenes. Viszont van benne ilyen lehetőség, hogy ha fizetsz, akkor te leszel a Jani. Lehet forgatni. Forgassunk már szerencsekereket. Movement speed 10%. Teljesen jó. Ja, de hogy ez csak így 60 percig tart? Hát az erre a videóra elég lesz. Ilyen, úristen, ilyen 1700 forintok. Tudod, ki fog fizetni érte? Mármint értetted. Ha már megveszel egy játékot, vagy éppen a kiadó odaadja, vagy ha egy ingyenes játékról van szó, akkor ne kelljen már fizetni tartalmakért.
Hello. Tripla coin. Adjad ide. Azt mondja, ez meg könnyű. Zombi vadászat. Jó, azt is adjad. Van még valami? Nincs. 28 perc múlva lesz új küldetése. Oké. Tehát most ne értsetek félre, nem a játékvásárlás ellen akartam az előbb felszólalni. Hanem a játékon belüli vásárlások ellen. Annál undorítóbb dolog szerintem nincs. Úristen. Jó. Akkor menjünk először az ellátmányért. Így. Figyelj már. Próbáljuk már ki az új fegyverünket. Ezt. Köszi. És akkor még lehet upgrade-elni őket. Ez mondjuk menő. Jó, bejövünk ide a hába. Itt van a zombi, nincs. Jó, ezt vigyük akkor magunkkal. Ez az. És akkor még a üzemanyag, ugye? De mi akarja a játék, hogy erre jöjjek? Miért nem lett volna jó a másik irány? Azért mert erre több zombi van? Gyorsan! Ez az! Napelemeket kell vinnünk. Keresd meg a létrát. Nagyon néz lesz megtalálni, amikor a játék jelzi, hogy hol van. Ó, ez a kontroller célzás. Miért nem PC-n játszom vele? Ben vagyunk. Jó, ennyi? Ó, nagy, sok dolgunk volt fönt. Jó, ez kész. Úristen, de közel jöttél! Takarodj! Jó, akkor menjünk ide a Shooting Rage-hez. Vagy nem? De. Menjünk oda, az közelebb van. Ez az. Energiaital. Ó! Oh. Ide kell majd lemennünk. Jó van, raklapokat pakol, de nagyon gyorsan. Jön valami? Jó. Akkor menjünk le. Lent is biztos 600 millió zombi van. Mondom. Hallod? Hiányzik a fél fejed, ne sétáljál már. Ja, azt hittem fel kell törni. Egyébként feltűnt már, hogy ilyen szakállas zombik jönnek női ruhában.
Hát, ez nem működik. Na jó, akkor helyre kell hozni. Mi nem csuktam be magam után az ajtót. Úgy jöttem le. Hát zárva van pedig. Bööö, kutya! Kösz. Még az a szerencse, hogy van benne benzin. Na jó, nem szakállas zombik ezek. Csak véres a pofájuk, és amit, hogyha lennénk körszakálluk. Na most már működik? Igen. Jó. Inventory-val hogy állunk? Jó. Visszamegyünk a táborba azért, hogy eladjuk a sok szemetet. És akkor megnézzük, hogy tudunk-e új fegyvert venni. Hát még nem. És ha ezt eladom? 7,95. Mennyi árulod már most a sörétest? Figyelj, ennek feljebb ment az ára. De nem, mert 5000 valamennyi volt. 4900. Jó, hát akkor figyelj, én nekem ez nem kell. És akkor a sörétest meg megvesszük. Jól van. Meg sárga nammó. De jó, hogy így kb. Egyesével kell. Miért nem lehet kiválasztani, hogy... Ja. De ki lehet. Ja, várjál. Úgy föltekertem, nincs is annyi pénzem. ...192-ig. Így. Okay. Lenulláztuk a bankkártyánkat. Na, azt mondja. A sörétest rakjuk be a pisztolynak a helyére. Jó. És akkor lehet upgrade-elni. 40 ilyen... aranytallér kell hozzá. Nem tudom fejleszteni. Skin, az nem érdekel. Jó. A másik fegyvert, hogy tudom upgrade-elni? Lehet rárakni irányzékot. De le vannak zárva. Skin nem érdekel. Upgrade. Na nézzük. Damage van 36-ért. Tárkapacitás. Critical damage. Nyugodj rá a damage-re. Így. Nagyon jó. Na, azt mondja. Nem adom még le a küldetéseket. Hanem... menjünk ide. Akkor teszteljük le ezt a sörétest. Ho-ho-ho! Nagyon menő lesz.
Ó, innen folyik a radioaktív cucc. Ezt kéne gondolom megszüntetni, ugye? Mivel? Mivel folyik? Ó, 2 centiről aztán jó mellé lőttél. Jó, megyünk. Gyere csak, hopp! Jó, javítsd meg! Azaz, hegeszt föl, ne folyjon a radioaktív zöld trutyi. Aztán meg majd jönnek a tini ninják. Akkor ez meg van javítva. Azt fürödjek meg. Aha. Adj itt azért radioaktív sugárzás, hazavigyem. Jó, de nem térünk vissza még. Hanem átmegyünk ide a másik oldalra. De itt is van még feladatunk. Lényegében ugyanoda jöttem vissza, jaj, de jó. Hát ez baj. Kutyák! Mondjuk értékelném, hogyha el tudnám találni. Úgy van. Hú. Azaz, nagyon jó. De jó, Pisti. Hogy van? Még valahol jön 2, elvileg. Hol? Itt. Jó, egy hullám megvan. Jön a következő. Kár, hogy újra töltést nem lehet megszakítani. Na még 3, hol vagytok? Ott 2. Jó. Oké. Jó, ez meg is van.
Oké. Okay. Á, várjál, van itt még egy. Még oda elmegyünk. Yes. Jó, három hullámban fognak jönni a hullák. Ó, és ez a fegyverre. Ho-ho-ho! Na, küldjed őket, na. Anyu! Gyors reload. Oké, egy hullám megvan. De kár, hogy a két hordó berobbantotta egymást. Na, honnan jönnek? Á, látlak. Hoppá, ez rohadt nagy baj. Jó. Gyors újratöltés. Na, az első rész egyébként pont ilyen volt, egy fix ponton álltál a pályán, és pisztollyal meg különböző gépfegyverekkel kellett lövöldözni. Na, hát akkor itt végeztünk. Az összes küldetést teljesítettük, amit felvettünk. Úgyhogy adjuk le neked is. Köszönöm. Meg ezt is leadjuk. És akkor elvileg 11 perc múlva nézek hozzád vissza. És akkor új questek lesznek. Most meg tudnám ismételni ezt a kettőt, amit eddig adtál, jó? Hát igazából nem érdekel most. Azt mondja, hogy ezt is megcsináltuk. Meg ezt is megcsináltuk. És már adja a következő küldetést. Jó, persze. Ó. Ó, igen, mert abban a régi házban volt egy szép. Oké, eladtunk mindent, ami nem kell. Ja, meg tényleg még neked is leadjuk a küldetésed, így van. Healing skill, nagyon jó. És már adod a következőt? Harmincas beszédkészség, nekem meg pont 29 van. De hogyha szerencsém van, akkor pont tudok szintet lépni. És akkor a beszédkészséget felrántjuk akkor 30-ra. És a tradinget is felhúzzuk 30-ra. Akkor menjünk rá még az életre egy kicsit. Perkeknél meg nincsen. Jó, itt fent... Óha! Ahogy lépem a szinteket, kapom az ajándékokat? Jó, add ide! Add ide, úristen! Lefűrésze, dupla csöves, adjad ide! Sörétes töltényt adjál. És ez meg level 6 kell. Jó. Szóval nézzük csak! Hú, azt meg kell nézni. Jó, ezt tudom upgrade-elni? Nem. És a másikat? Azt tudnám. Attack speed, reload time. Reload time, úgy.
Oké. Akkor ezt is fejlesszük. Jó. Na, még ezt gyorsan megcsináljuk. Térkép. Visszajövünk ide a régi házhoz. Akkor megnézzük, hogy mi van abban a szépben. Áááá, úristen, Doom! Várj, ez hogy működik? Jó, már látom. Na nézzük, mi van benne. So, let's see what we have here. What's in there? Some kind of yellow card. We got a problem. A whole horde is heading our way. Hát ez baj. I'll go ahead. Kösz, hogy itt hagytál, tényleg. Utás! Ne hagyj itt, te bunkó paraszt! Fú, hallod, ezért mit fogsz kapni a táborban, te mocsokláda? Most komoly, itt hagytál? Ráadásul ezeknek még a szemük is világít. Tíz nappal később én most én leszek, zombi leszek? Ott a csirke. Tíz napig ott feküdtem a földön. Az azt igen. Strange. Ez érdekes. I need to get home and talk to Frank. I need to get back home. Ez érdekes, megharabdáltak, meg megkarmoláztak, meg minden, és még nem változtunk el. És egyébként a karakterünk is ezt furcsálja. Frank, what happened there? I wanted to wait for him until he got into the car, but he didn't make it. The zombies got him sooner, so I had to leave. Aha, engem meg jót hagytál a szarban. It's been 10 days. He would have turned already. Look, he has bite marks. But his wounds are almost healed. Immunisak vagyunk szerintem a fertőzésre. But we need to let him rest now. Én vagyok Ellie a Last of Us-ból. Te küldetés, stáció. Hol van az a bunkó? Hol vagy? Hol vagy? Te! Skill pointok, nagyon jó. Meg van most perkünk is. Jó, menjünk rá a... Ára? Perkek, na nézzük. Mondom, perkek. Ó, nem jó. Random skill.
10 pontot ad valami random skillre, de jó. Ó, gyorsabb újratöltés. Már jöhet is. Te bunkó, hallod, hogyha elő tudnám venni a fegyvereket itt a táborban, már rég fejbe lőttelek volna. Elmadjuk el. Igen. Ja, hogy azért vagyok immunis, mert ugye mielőtt megszülettünk, ugye a muter az fertőzött volt. Immunis vagyok a vírusra. Fasza! Köszi. Kis kötszer, az mindig jó. Csak ha van valami küldetésünk, mindjárt megnézzük. Csak itt van reward. Azt én elvinném magammal. Így, köszi. Még kötszer. Akkor térkép. Ide kéne visszajönni, vagy ide. De nem fogunk oda menni, mert ennek a videónak most vége van. Úgyhogy srácok, én köszönöm szépen a figyelmet. Ennyi lett volna a Walking Zombie 2 videó. Nem tervezek belőle többet, elég volt. Nem azért, mert nem jó játék, mert szerintem határozottan sokkal jobb, mint az első rész volt. Nem azt mondom, hogy egy kiemelkedő játék, de az ember, hogyha otthon van, unatkozik, akkor el lehet vele így poénkodni, meg szórakozni. Úgyhogy én bátran ajánlom mindenkinek, és mondom, én úgy tudom, hogy ez a játék egyébként ingyenes. De mindjárt meg is nézem. Igen. Benn is van a könyvtáramban. Tehát ingyen letölthető Steamről. Nyilván vannak játékon belüli fizetési lehetőségek, de én azzal nem fogok élni úgysem. Jó, na, hát akkor... Én köszönöm szépen a figyelmet mára. Sziasztok!